Sziasztok srácok, illetve lányok, mindenkit! Én Patrik vagyok, ebben a videóban pedig egy új sorozat veszik kezdetét a YouTube csatornámon, ami régen is volt, hogy igyekszem témákra reagálni az interneten, és kifejteni róla a véleményemet, és elmondani. Természetesen nem fontos, és nem is kötelező velem egyetérteni, viszont úgy érzem, hogy ebben a témában szeretnék felszólalni, illetve különböző témákban majd a YouTube csatornámon. Ebben a mai videóban azt fogjátok látni, hogy Fanninak az új videójára reagálok, Úgyhogy nem is húznám tovább a szót, srácok lányok szerintem vágjunk is bele. Itt a videó elején mindenféleképpen leszeretném szögezni, hogy nekem nincsen problémám fanni itt nekem problémám igazából azzal van, hogy ő milyen fiatal korosztálynak gyárt tartalmat és milyen tartalmakat. Semmiféleképpen nem tartom jó ötletnek az, hogy te felnőtt létedre elmész egy temetőbe, amiből egy játszóteret csinálsz, ezáltal konkrétan a tiszteletlenségedet fejezett ki az ott lévő halottakkal szemben, illetve valószínűleg a családtagok sem nézik ezt jó szemmel. Egyáltalán nem tartom jó ötletnek, hogy a kiskorú nézőidnek, a fiataloknak ezt mutatod, ne adj Isten, a végén még ők is elmennek a temetőben, mert azt hiszik, hogy az annyira vicces, annyira bókás dolog. Felnőtt létedre tudnod kéne azt, hogy tiszteletben kell tartani azokat az embereket, akik ott nyugszanak, és ezt szerintem a családtagjék mindenféleképpen el is várják tőled. Én értem és tisztában vagyok vele, hogy youtuberként neked nagyon fontos a megtekintés és a lájkszám, like és hogy ez egy nagyon érdekes téma lesz, és sokan fogják nézni. Ez viszont egyáltalán nem egy korrekt dolog, és szintű tiszteletlenség. Vannak határok, amiket meg kell húzni ilyen nagy követő bázissal, főleg akkor, hogyha a fiatalok néznek. Neked példát kell mutatni, én eliszem, senki nem tökéletes, én sem vagyok az, és senkitől nem is várom el, hogy tökéletes legyen. Azt viszont elvárom, hogy elgondolkodj azon, amit csinálsz, és miután realizáltad, hogy ez problémás, és ez nem feltétlenül, le egy jó dolog, ezt a videót töröld le, vagy legalábbis hívd fel a figyelmét azoknak, akik követnek téged, hogy ezt ne csinálják utánad. Csak hogy értsétek, hogy miről beszélek, mivel fiatalok követik, ők valószínűleg azt fogják érzékelni ebből, hogy amit ez a felnőtt ember csinál, az egy követendő példa. Fiatalkorúként vagy fiatalként nem feltétlen gondolkodsz el azon, hogy most ez problémás, vagy ez, ez gond lehet-e. Látod, hogy ha ezt valaki csinálja, nagyon sokan nézik, nagyon sok like jön rá, ezért valószínűleg ők is elmennek majd megcsinálni, videókat csinálva, csak szimplán elmennek szórakozni a temetőbe. Ez egy nagyon nagy probléma, és eszméletlen durván tiszteletlen, az pedig végképp egy nagyon nagy probléma, hogy egy ilyen nagykövető bázisú videós ezt nem tudja belátni, és a videó még mindig fenn van a YouTube csatornáján, illetve még posztot sem rakott ki ezzel kapcsolatban, hogy jó, bocsánat, tényleg hibát követtem el, ne haragudjatok, ezt ne csináljátok utána, mert ez nem egy követendő példa. Fanni már régóta tevékenykedik a YouTube-on, és rengeteg megbrotránkoztató tartalmat csinált. Én nem szeretném most neki a videóit különösen megnézni, nézegettem már pár videós, hogy pontosan milyen tartalmat csinál. Nekem nem tetszik, számomra ez egy kicsit ilyen nagyon-nagyon gyerekes szint, de mivel fiatalok nézik, én meg tudom érteni. Azt viszont nem tudom megérteni tényleg, hogy valaki ennyire mélyre süllyed, és ilyen tartalmakat gyárt csak azért, hogy lájkokat és megtekintéseket szerezzen. Még egyszer mondom, neked felelősséged van ezzel a követő táborral, de még ha nem követnének ennyi akkor is felelősség teljesen kéne viselkedned, hogyha már az internetre posztolsz ki valamit. A másik, ami engem például iszonyatosan dühít, és azt nem is tudom, hogy te, felnőtt emberként, hogy gondoltad egyáltalán, hogy volt-e merszed? valakinek a sírjához odamenni, és rátenni valamit, hogy te azt a videóba beted, hogy te ott kincset találtál. Én nem tudom, hogy ez kötődik-e ez a sír bármiféleképpen Fanniékhoz, vagy a családjához, vagy annak esetleg egy elhunyt rokonuk családtagjuk, de akárhogy is nézzük, ez brutális. Valakinek odamenni a sírjához, és levenni róla valamit, hogy a videóba szerepeljen, hát ne haragudj meg, de ez tényleg mindennek a legalja. Mindenki hibázhat, és mindenki hibázik az életben. Ez egy alapvető dolog, az emberek hibáznak. Viszont neked be kell látni a hibáidat, és el kellene gondolkodni azon, hogy te pontosan milyen tartalmakat gyártasz a YouTube csatornádra, mert ezt rengeteg fiatal nézi, és ezek a fiatalok előbb-utóbb fel fognak nőni, és nekik ez lesz a természetes. Én szerintem nagyon gondolkodj el azon, hogy milyen tartalmakat gyártasz, tényleg gondold át, kérdezd meg mások véleményét, hogy ők egyetértenek -e ezzel. Amit viszont ténylegesen nem értek, hogy neki nem nézik ismerősök, barátok a videóit, hogy azt tudják mondani, hogy ne haragudj fani, de te ezzel túl messzire mentél. Ott vannak sírhelyek, mások nyugszanak oda, az emberek gyászolni járnak. Nem azért járnak oda, mert nagy boldogságukra oda szeretnek járni a temetőbe. Tebből a temetőből viccet csináltál, az ott lévő emberekből viccet csináltál, egy játszótéret csináltál az egész temetőből. Ez nagyon tiszteletlen, és nagyon szomorú, hogy valaki ekkora követőbázissal ilyesmit csinál. Én a helyedben ezt a videót letörölném, és mindenféleképpen kiraknék egy posztot, hogy sajnálom, és elmondanám a fiatalabb követőimnek, hogy ezt a példát ne kövessék, mert ez egy nagyon rossz út. Ha esetleg magadtól nem is gondolkodsz el azon, hogy leszed ezt a videót, mindenféleképpen szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy a temetőnek is bizony van jogi oldala, amit te neked kötelességet betartani, mint polgár. Tehát, ha te elmész egy temetőbe, és ott mondjuk mások sírjánál viccet csinálsz, mondjuk belőlük meggyalázod a sírhelyüket, vagy pedig olyan színben tünteted fel őket, ami nem feltétlen etikus, és morálisan megkérdőjelezhető, az bizony kegyeletsértésnek hívják. Tehát például, amikor te oda valakinek a sírjához, és oda tettél egy játékszert, hogy te azt a videóba beragd, hogy te ott találtál egy kincset, az például már ebben a kategóriában sorolható. Ha a családtagok mondjuk úgy döntenek, hogy téged beperelnek, vagy feljelentenek ezért, ahol neked komoly problémáid lehetnek, arról nem is beszélve, hogy te ezt konkrétan bizonyítékként feltöltötted az internetre. Úgyhogy érdemes utána járni a dolgoknak, mielőtt hülyeséget csinálsz, és elgondolkodni tényleg, hogy ezt neked megírja megcsinálni, és ezt a példát megírja a fiatalok felé közvetítened. És csak hogy tisztázzuk, az interneten nagyon sokan védik fannit, hogy ez nem kegyeletsértés. Ajánlom figyelmetekbe, hogy nézetek után, hogy ez pontosan mit is jelent, bár az előbb vágtam be róla nektek egy képet. Tehát az, hogy Fanni nem akart rosszat és nem vezérelte rossz indulat, az nem mentesíti azzal, hogy valakinek a sírjához oda ment, rátette egy játékot, és konkrétan a videó kedvéért viccből ezt megcsinálta. Ez tiszteletlenség és semmiféleképpen nem egy követendő példa. Ha mondjuk én meghalok, és valaki oda megy a síromra, rátesz egy játékot, majd a videóban elmondja, hogy jaj, én elmentem kincset keresni, és megtaláltam Patriknak a sírján ezt a játékot, hú de jó, valószínűleg a hozzátartozóim nem fognak örülni neki, és joggal feltételezik azt, hogy Fanni bizony viccet csinált belőlem. Úgyhogy de, ez kegyeletsértésnek minősül. Ugyan én nem buzdítok senkit, és senkit nem is szeretnék biztatni arra, hogy jogi lépéseket tegyen, vagy feljelentés Fanni ellen, az bizony Fanninak érdemes figyelembe vennie, hogy amit csinált, az akár törvénysértő is lehet, és ennek bizony vannak következményei. Srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, még nem tettétek meg. Érkezni fogok még hasonló tartalmakkal, úgyhogy mindenféleképpen csekkoljátok le a YouTube csatornámat. Sziasztok!